Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 4 győztes meccselt ért haza Törökországból a kisvárdai futballcsapat. A bajnoki címért indul harcba a Nyíregyháza Spartacus. A Krúdi és az Évisz is bejutott a Diák Olimpia országos döntőjébe. Jól szerepel a bajnokságban a Sunshine Nyíkse csapata. A Fradi pályán játszó döntetlent a Nyíregyházi KC. 7-1-es vereséget szenvedett Répcelakon az NTK. Hazaérkezett a törökországi edzőtáborból a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 tavaszi folytatására készülő együttes német, kazak, japán és tadzsik ellenfelek ellen lépett pályára, és mind a 4 alkalommal győztesen hagyta el a pályát. Ez egy olyan lépés, amely mérföldkőnek számít a kisvárdai labdarúgás életében. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy ezen a szinten szinte már az elvárás kötelező. Az ország összes NB2-es csapata volt edzőtáborban az idén. Volt olyan, aki Magyarországon, mondhatjuk, hogy Magyarország edzőtáborozása egyébként drágább, mint az itteni, illetve nagyon sokan Horvátországban és Törökországban próbálták meg ezt a fajta felkészülést a tavaszi rajtra. Milyen körülmények között tudtatok készülni, kik elléptetek pályára, és milyen eredményeket ért el a csapat? Olyan pályákon, füves pályákon tudtunk már edzeni, amely itthon elképzelhetetlen. A fűre való átállás egyébként sem megy könnyen egyik csapat életében sem. Ez nálunk is így volt. Az első 2 nap meg kellett szokni az ottani körülményeket. Ez elsősorban a talajnak a különbözősége miatt volt. Én azt gondolom, hogy ez követően, de ez az első mérkőzése még az érezhető volt, az egy ilyen japán második ligás, mint nálunk a Puskás csapatnak az akadémiai csapata volt, amely kiegészült olyan játékosokkal, akiket próbáltak a japánok eladni, illetve még volt magyar játékosa is a Póti személyében. Tehát Európából is volt egy szlovén kapus, illetve volt még egy belső szervédő, akik azért utaztak oda, hogy megmutathassák magukat edzőmérkőzéseken, és hát ha az ottani menedzserek, edzők majd fölfigyelnek rájuk. Ez arra volt jó, amelyen nyertünk 4 góllal, hogy átálljunk, megszokjuk az ottani klimát, illetve ezt követően 2 naponta játszottuk a mérkőzéseket, amely elsősorban azért volt nekünk fontos, mert így megvolt a mérkőzések utáni regeneráció lehetősége, majd a következő nap újfent tudtunk készülni a mérkőzésre. Ez olyan szervezettséget mutatott a csapatnak, ráadásul minden mérkőzés erősebb és erősebb volt, végén elérve a legerősebbet, amely azt az elképzelést, ami már megvalósult egyébként a kiindulás előtt a fejünkben, taktikai szerkezet, illetően tökéletesen meg tudta valósítani, és összességében egy nagyon jó felkészülést végeztünk. A mérkőzésről még néhány gondot, a második mérkőzésen egy nagyon erős német csapat, ugyan regionál ligában játszanak, de az ottani felkészülés, a mentalitás azért mutatja, hogy teljesen más, mint a nálunk megszokott, és egy olyan hajtós, küzdelmes mérkőzésnek voltunk a részesei, amelyek az NB2-ben is ritkán adódnak, nem is nagyon alakultak ki helyzetek. Az erős révén azért egy szemfüles góllal sikerült az önbizalom növő győzelmünket megszerezni. Harmadik mérkőzésünkön pedig egy tadzsik bajnok volt az ellenfelünk, az FT Istiklól, amely egyébként egy első fél időben egy rendkívül agresszív és helyenként durva csapat benyomását keltette, nem is tudtunk gólt szerezni. Sőt, ők egy kontratámadás végén betaláltak, majd a második fél időben az akaratunk, illetve a győzelmi vágyunk oda vezetett, hogy megfordítottuk a meccset, és hát tulajdonképpen a harmadik mérkőzésünk is azt a fajta örömöt, ami a győzelmek után jár, azt eredményezte. Majd ezt követően regeneráltunk, újra készültünk a meccsre, közben kimentünk megnézni a Tobolnak, ugye az volt a negyedik mérkőzésünk, az edzőpályáját, milyen pályán fogunk futballozni, fölkészültünk rá, illetve láttuk őket edzésen is. Az kitűnt, hogy ugye tudjuk, az utóbbi időben a kazak bajnokság az nagyon nagy mértékben erősödött, rengeteg pénz áramlott be, ott van az Asztana, 3-4 olyan csapat van, amely most már a bajnokok ligájában van, lényegesen nagyobb stadionjaik vannak, ennek a csapatnak is azért 20 000 stadionja van, és hát olyan játékosaik voltak, amelyeket mi se tudunk képzelni. Nem véletlenül játszottak az utóbbi időben az Atletico Madrid-dal például, ugye 2-2-t a BL-ben. Tehát azt gondolom, hogy a pénz áramlásával nagyon-nagyon sokat javultak, ráadásul még hogy a Rivaldo is ott szerepelt,
És hát megnéztük az edzésüket, illetve az edzésre való felkészüléseket, azon látszott, hogy hát borzasztó pénz van a csapatban, az szerelésüktől, a szállodától, megkezdve a stáb, orvosi stáb, asszisztensek, hát ebben Magyarországon cipőben, kis cipőben járunk még hozzájuk képest. Viszont a mérkőzés azért teljesen másról szólt. A mérkőzés megmutatta, hogy az európai szervezettség azért lényegesen előrébb van, még ha jobb játékosaik is voltak, egyénileg azért csapatként mi jobban tudtunk funkcionálni. Ennek köszönhető az, hogy a nagyobb nevű játékosok alkotott együttes, amely most ebben az évben egyébként az Európa Ligát célozta meg, nem tudott fölénk keveredni. Másik fél időben talán valamivel már jobbak voltak, ugyanakkor abban az időszakban nekünk is terület nyílt a kontrára, és sikerült is egy nagyon jó támadás góllal lezárnunk, és nagy önbizalomnövelő győzelmet szereztünk ellenük. Egy edzőtábor arra is jó, hogy a pályán kívül is csapattá kovácsolódjon egy társaság, ezen a téren léptetek előre. Visszaemlékszem az elmúlt időszaknak a felkészülésére és a mostanira, hatalmas különbség van a kettő között. Abban az időszakban nyáron 16-18 játékos érkezett, és az első néhány hétben mindenki méregette a másikat, az erőviszonyokat próbáltuk meg, ugye mi is szakemberek föltérképezni, ugyanez van a játékosoknál is. Ezt a hierarchikus rendszert próbálták egymás között helyre tenni. Ebben a szezonban már ez azért nem így működött, már a kezdetektől mindenki ismerte a másiknak erényét, hibáját, tudták a mentalitását is, ugye. Néhány játékos jött, de már most szándékosan olyan futballistákat hoztunk, akik mind emberileg, mind pedig szakmailag a rendszerünkbe illeszthetőek, és azt gondolom, hogy a mostani együttesünk nem 10-20%-a, hanem talán 50-60%-a erősebb, mint az őszi volt, ugyanis a rendszerünk is, illetve a játék stílusunk is sokkal másabb lesz, dinamikusabbak lettünk, többet tudunk futni, magassági fölényünk is nagy mértékben változott. Ha most kezdődne a szezon, én lényegesen merészebb célokat tudnék meghatározni az együttesnek. Ugyanakkor most sem vagyunk még semmivel elkésve, tudjuk jó, hogy a riválisok is nagyon-nagyon nagy mértékben erősítettek, mert senki nem akar kiesni, és én azt érzem, hogy ezzel a csapattal nem lesz félnivalónk e tekintetben, annál inkább fogalmazhatunk meg merészebb célokat is majd a tavasz során, mert a kapussal, a Ribánszkival, ezt bátran mondhatom, nagyon nagyot erősödtünk. A belső védelemben most a Kardos Norbi térszak szakadása miatt igazolnunk kellett a Papucsek Barnát, ő emberileg is, azt gondolom, a játékrendszerünk figyelmevételő is nagyon nagy segítségünk lesz. A középpályára, a Békés Csabára hoztuk a Bagi Pistát, aki borzasztó munkabírású. Eddig sem futottunk keveset, de a Pista többet futott a statisztikák alapján, bármi csapattársától. Ővele nagyon nagy mértékben fogunk erősödni, a feljátéka is azért szintén sokat nyomott alatba, és a támadósorban pedig igazoltuk a Délceget, aki most már kezdi a formáját visszanyerni, az elmúlt fél év során azért a Honvédban nem sok lehetőséget kapott, állított 6 mérkőzést, és ennek az erőléti hiánya azért érződik. Ugyanakkor még ezen kívül nagyon fontos tényező, hogy olyan játékosok nyújtanak most nagyon jót a csapatba, akik az ősszel kevesebbet teljesítettek, de most nagyon jó sikerült a felkészülésük. A Vári Barna, az Ising Martin, az Erős Gabi kirobbanó formában, és azt mondom, hogy a Rajci Peti is olyan állapotban most végigcsinálta, akik ha nem lesz váratlan sérülés, akkor ővelük nagyon fogunk erősen. Tehát 6-7 játékos érkezésével számolok én most, ugye nem csak az új igazolások, hanem a régieknek a csatasorbálytása miatt is. Én úgy érzem, hogy most nagyon, nagyon színvonalas mérkőzéseket fogunk tudni játszani. Sajtótájékoztató keretében mutatta be 3 új játékosát a Nyíregyháza Spartakusz. A csapat a törökországi edzőtábort követően a bajnoki címet szeretné megszerezni az NB3 keleti csoportjában. Mindenekelőtt meg kell köszönjem Révész Bálint tulajdonos úrnak az, hogy ilyen fantasztikus lehetőséget a számunkra biztosított, hiszen 12 napot töltöttünk el kifogástalan körülmények között, remek szállodában, illetve edzőközpontban. Felemások az érzéseim a táborral kapcsolatban is, hiszen egyrészt volt 4 kimondottan jól sikerült mérkőzésünk, amelyek közül az első, illetve az utolsó kimondottan értékmérő volt. Az első meccsen kazak első osztályú csapattal találkoztunk, utolsó meccsen pedig egy bolgár első osztályú csapatot győztünk le 2-0-ra. Közte volt 2 alacsonyabb osztályú német csapat ellen találkozunk, egyik X lett, másokon pedig nyertünk 6-0-ra. Tehát a mérkőzéseink kimondottan jól sikerültek, jó ellenfelek ellen, jó pályán játszottunk, nagy iramú meccseket, ilyen szempontból
a tábor elérte a célját. Ami a fenntartásom az az, hogy ugye annyira kevesen voltunk, hogy gyakorlatilag a meccsek kivételével túlságosan nagy érdemű munkát nem tudtunk végezni, hiszen 13 egészséges játékos volt kint, és azért ilyen alacsony létszám mellett nehéz minőségi munkát elvégezni. De ezt most elmondom a szerkesztő úrnak, aztán én többet ezzel nem szeretnék foglalkozni. Most ennyien voltunk, ezzel fogjuk megoldani a dolgokat. És én azt tudom ígérni, hogy a bajnokságban jó fogunk szerepelni, fel fogunk jutni, sőt, bajnokként fogunk feljutni. Minden edzőnek van egy kívánságlistája az átigazolási időszakban. Te mennyire vagy elégedett azokkal a játékosokkal, akiket sikerült Nyíregyházára hozni, és miért pont ők azok, akik itt kötöttek ki? Hát a vezetőedzőnek mindig ilyen A4-es oldalnyi kívánságlistájuk van. Ez nekem is így szokott lenni. Tavaly ebből szinte minden megvalósult. Most egy picit talán kevesebb, de nem fogok erre hivatkozni. Három játékos került hozzánk. Én azt gondolom, hogy mindenképpen minőségben ők javulást fognak eredményezni a csapatjátékot illetően, hiszen a Szécsi Márk személye nem ismeretlen a Spali szurkolók számára, kiemelkedő képességű támadójátékos. A Halsányi Zoltán szintén első osztály múlta rendelkezik, volt légiós is korábban Angliában, és ugye ő egy szlovákiai magyar fiú, egy felvidéki magyar srác, és játszott Dunaszerdahelyen, Magyarországon többen is megfordult, Pécs, Puskás Akadémia, stb. Mezőkövesdő került most hozzánk, lényeg az, hogy ő is szerintem jó igazolás lesz, illetve a korábbi hiányposztunkon, a belső védőposztján mindenképpen szerettem a játékost igazolni, és a Szalai Vilmos személyben szintén első osztályon múlta rendelkező játékos kerül hozzánk. Én bízom benne, sőt azt érzem, mind a hárman meg fogják állni a helyüket. Nehezebb lesz ez a tavaszi szezon, mint az őszi volt? Azt gondolom, hogy nehezebb lesz. Ugye egyrésztről még ősszel vitt még a lendület minket a dac, az elkeseredettségből is sokszor játszottunk, és nagyon-nagyon szép eredményeket értünk el. A legszebbeket talán a kupában, ahol kivertünk egy első osztályú, illetve két másodosztályú osztályú csapatot. A tavasz most talán nehezebb lesz, hiszen most ébren kell tartani nekem, mint vezetőedző a játékosokban a tüzet. Bár holnap erről nem lesz szó, hiszen egy óriási téttel bíró, az ősi rivális fogadva fogunk játszani holnap. Nagyon szeretnénk helytállni. A bajnokságban hétről hétre meg kell küzdenünk a körülményekkel, az év mérkőzését játszó ellenfelekkel, de ahogy ígértem, ezt meg fogjuk oldani. Egyike vagy azoknak a játékosoknak, akik most élen kerültek a Sparihoz. Először egy bemutatkozást kérnék, mit kell róla tudniuk a szurkolóknak. Harsány Zoltán vagyok, 28 éves, Mezőkövesdől érkeztem, támadó poszton vagyok bevethető. A pályafutásom Szlovákiában kezdtem, ugye szlovákiai magyarként. Dunaszerdahelyen játszottam, valamint Szencen, utána elkerültem Angliába, ott voltam 3,5 évet, utána egy kis iráni kitérővel visszatértem Közép-Európába, majd több első osztályú csapat után kerültem Mezőkövesdre NB1-be, majd a Puskás Akadémiához, mivel élőszerződésem volt még Mezőkövesdre, azért visszatértem. Szerette volna segíteni az NB1-ből való feljutást Mezőkövesdnek, sajnos nem így alakult, úgyhogy nagyon megörültem, amikor Mátyus János vezetőedző megkeresett, mert tudom, hogy a Spari egy milyen múltú klub, és tudom, hogy milyen céljai vannak, a legmagasabbak vissza az NB1-be, úgyhogy tényleg nem sok hezitálás után igen mondtam. Azért csak NB3-ban szerepel jelenleg a csapat, legalább még egy fél évig, vagy egy fél szezonon keresztül. Mi a motiváló ebben az osztályban? Megmondom őszintén, hogy a mezőkövesdi legutóbbi fél évenben volt egy kis törés, úgyhogy ez nagyon jó lehetőség arra, hogy játszak, és tényleg minden azon leszek, hogy magamat is visszahozzam arra a szintre, amire tudom, hogy képes vagyok, valamint a klubot is segítsem úgy, hogy minél többet lépjünk fölfelé. A nyíregyházi Krúdi Gimnázium és az Évi csapata is bejutott a B33 kosárlabda diákolimpia pécsi országos döntőjébe. A nyíregyházi regionális döntőben 24 középiskolás és 16 általános iskolás együttes lépett pályára. Ez tulajdonképpen már a harmadik diákolimpia, amit szervezünk. Az első még csak 250, a másodikon már majdnem 600, idén meg már a 600-at meghaladó csapat indult. Ez azt jelenti, hogy több mint 300 iskolának a csapata nevezett be. Ugye itt általános iskola és középiskoláról beszélgetünk ebben a kontextusban. Nyíregyházára hány megyéből hány csapat érkezett? Ez az egyik regionális döntő, innét ez az észak-keleti megyékből jöttek, tehát Heves,
Borsod, Szabolcs-Szatmár, Szolnok és Hajdú-Bihar csapatai érkeztek ide. Összesen 40 csapat jött, fiú- és lánycsapatok, általános iskolásokból 8-8 és középiskolásokból pedig 12-12. Mit kell tudni a kosárlabdának erről a változatáról, válfajáról? Hát ez most már egy 5 éve zajló, illetve bevezetett forma. A FIBA, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség találta azt ki és indította el, nagyon komoly erőforrásokat mozgósít erre. Például az olimpiára is be akarja vezetni ezt a sportágat. Népszerűsíti, és a Magyar Kosárlabda Szövetség azt hiszem nagyon jó érzékkel ráállt erre, mert ez mind a továbbképzésben a fiataloknak a megszerettetése a kosárlabdában arra jó eszköz, a tömegesítésben jó eszköz a népszerűsítésben, és nem utolsó sorban nagyon komoly sikereket értek már el a magyar 3-3-as nemzeti válogatottak, illetve mondjuk ugye a klubcsapatok is. Mi a tapasztalat, mennyire népszerű a gyerekek a csapatok körében ez a forma? A gyerekek nagyon szeretik, tehát hogyha csak amit előbb említettem, hogy 600 csapat, iskolai csapat indult el, azt hiszem ilyen magas létszámú diákolimpia nincs is, tehát mindenféleképpen népszerű. Adódik ez a szabályrendszeréből, adódik az, hogy csak 4 fős csapatok vannak, tehát az egész lebonyolítási forma az mind-mind azt szolgálja, hogy kis csapatok gyorsan, egy nap alatt minél több mérkőzést játszassanak, tehát ebből a szempontból nagyon-nagyon népszerű a forma, én azt gondolom. Mennyien jutnak tovább, csak a győztesek jutnak tovább az országos döntőben, és hol lesz a finálé? A regionális döntőkből a középiskolás korcsoportból 3 csapat jut tovább, az általános iskolásokból 2 csapat jut tovább. Ez azt jelenti, hogy az országos döntő az 12 csapatos a középiskolásoknál, és 8 csapatos az általános iskolásoknál. És most csak azért, hogy erősítsük meg a presztízsét, növeljük ennek a tornának, az MKOS úgy döntött, hogy a középiskolás győztes csapatok, azok a középiskolás világjátékokra juthatnak ki. Azt hiszem ez egy igen komoly díj, túl azon, hogy olimpiai bajnok valaki, meg a felvételi pontszámokat ugye megkapja a győztesként, illetve a helyezettként. Az Évisz hány csapattal és milyen esélyekkel képviselteti magát ezen a regionális döntőn? 2 csapattal jutottunk be, egy fiú csapattal és egy lánycsapattal. Hát az országos döntő a cél, meglátjuk, hogy sikerül egyelőre a fiaink, azok valószínűleg csoport elsők lesznek, a lányaink, amelyek kevésbé sikeresek, de nekünk egy nagyon jó tanulópénz ez. Mint korábbi játékos és jelenlegi testnevelő edző, hogy látod a kosárlabdának ez a változata, mennyire népszerűsíti a sportágat, mennyire népszerű a gyerekeknél? Nekem ez nagyon tetszik, igazság szerint ez teljesen más, mint a hagyományos ötöt elleni kosárlabda, sokkal gyorsabb, sokszorosára gyorsulnak az események, igazán azok a játékosok tudnak érvényesülni, akik nagyon gyorsan tudnak bizony szituációkban reagálni, védekezésből támadásba átmenni, mert ez a 12 másodperces támadóidő, ez rettenetesen gyorsan felpörgeti az eseményeket. Az Évízben nagy hagyományai vannak a sportágnak, most jelenleg hogy áll az iskolában a kosárlabda? A fiú kosárosaink, az amatőr szintről beszélek természetesen, bejutottak idén már az országos döntőbe, és ezzel már több mint 10 éve Szabolcs-Szatmár Beregmenyét folyamatosan az Évisz képviselő amatőr kosárlabda szinten. A lányaink 26-án lesz, vagy 25-én, most fejből pontosan meg nem tudom, az utolsó harmadik forduló, hogyha ott sikeresen szereplünk, akkor a lányaink is bejutnak, és április 1-én, 2-án, 3-án lesz Kecskeméten az országos döntő. A nyíregyházi regionális döntőben a B-korcsoportban, azaz a középiskolás fiúknál, a Krúdi Évisz fináléban hosszabbítás után előbbi bizonyult jobbnak, de mindkét csapat ott lesz a pécsi országos döntőben. Az A-korcsoportban a Krúdi csapata a 3. helyen végzett, így a fiatalok lecsúsztak az országos döntőről. 2 nagy különbségű győzelmet aratott az NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyíkse együttese. A Kovács Tibor által irányított csapat előbb Szerencsén nyert 31 ponttal, majd hazai környezetben a Gyulai Kolót verte 55 ponttal. 2 különböző mérkőzésre számítottunk, de szerencsére a végeredmény szinte ugyanaz lett, a győzelem, és nem is szoros mérkőzésen. Az első mérkőzésre kezdve szerencsen idegenben olyan teljesítmény nyújtott a csapat, amit én azt gondolom ilyen szinten, vagy bármilyen szinten egy edzőnek az álma.
támadásban is és védekezésben is összeszedett csapatjátékot tudtunk nyújtani, egymásra tudtak építeni a fiúk, és nagyon jó százalékkal tudtuk érvényesíteni a támadásainkat. Ezt én azt gondolom a bravúr kategóriába számíthatjuk. A legutóbbi hazai mérkőzés pedig én azt gondolom nem lebecsülve az ellenfele, de papírforma győzelmet arattunk. Most már néhány meccsen azért túl van a csapat, a játék úgy alakul, ahogy azt elképzelted? Az utóbbi mérkőzések is azt mutatják, hogy kezd összeérni a csapatunk. Igaz, hogy egy kicsit ezen a hétvégén a hazai győzelemnél azért egy kicsit volt hiányérzetem, és én azt gondolom a játékosoknak is, de ennyi is elég volt a győzelemhez. Van, amikor esetleg egy nagyobb különbségi győzelem nem hozza ki azt a játékosból és a csapatból is, amit ő gondol, és nincs olyan sikerélménye, még ha győzelem van akkor sem, mert nem tud úgy teljesíteni, mint esetleg egy idegenbeli győztes bravúr győzelemnél. Én azt gondolom, hogy azért összességében azért javul a teljesítményünk. A csapat később csatlakozott a bajnokság mezőnyéhez, most már kezdenek figyelni rátok, hiszen új belépőként azért gondolom, nem csak információval rendelkeztek korábban az ellenfelek. Igen, és ez örömteli. Olyan visszajelzéseket kapunk az ellenfelektől, ami én azt gondolom, hogy örömmel tölt el mindannyiunkat. Példaként arra is, hogy egy elhalasztott mérkőzés új időpontban szeretnénk lejátszani, illetve az ellenfél kérésére is, nem utolsó sorban azért, mert részben tartanak tőlünk, nem szeretnének tartalékos csapattal idejönni, és ez már egy fokmérője a csapatunk erejének is. Döntetlennel kezdte a szezont a Nyíregyházi KC. Az NB1B keleti csoportjának rangadóján Varga Zsolt együttese 21-21-et ért el a Ferencváros otthonában. Én úgy gondolom, hogy inkább elvesztettünk egy pontot, annak ellenére, hogy egy végig kiélezett, nagyon jó mérkőzés játszottunk. Dicséret illeti a csapatot, én azt gondolom, mert a kezdetektől fogva kézben tartottuk a mérkőzést. Már maga a meccs megindítása is nagyon jól sikerült, hál' Istennek. 3-1-re vezettünk, aztán 7-3-ra is át tudtunk lépni. Aztán jöttek a hibák, illetve hát ezeket a hibákat a Ferencváros könyörtelenül kihasználta. Az első fél idő is döntetlennel zárult. Én azt gondolom, hogy a második fél időben voltak olyan periódusok, amikor megnyerhettük volna a mérkőzést. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a Ferencváros egy kitűnő csapat. Így összességében a végén még mi egyenlítettünk, és így lett a 21-21-es végeredmény. A mutatott játék és a csapat helytállása mennyire jó visszajelzés a téli szünetben elvégzett munkára egy olyan mérkőzésen, amiről azért el kell mondani, hogy talán nem túlzás azt mondani, hogy a körítés NB1-es volt. Sajnos a nyári felkészüléshez képest ugye egyrészt rövidebb is volt a szezon, másrészt pedig nem tudtunk annyi előkészületi mérkőzést játszani. Nyáron megvolt az erősségünk, hogy tudtunk 8 hetet dolgozni, hazai, illetve külföldi NB1-es csapatokkal játszani. Most ez nem sikerült. Ugye rövid felkészülés miatt az első osztályú csapatok is inkább egymás között játszottak. Ezzel együtt elvégeztük azt a munkát, elmentünk Egerbe a dobókupára, bár ott még a formai időzítés nem volt olyan. Én azt gondolom, onnantól kezdve viszont az elkövetkező két hétben nagyon sokat dolgoztunk, és úgy érkeztünk oda Budapestre, hogy jó formában vagyunk. Ami a körítést illeti, így van, majdnem, hogy nem teltház előtt játszottunk. Kint volt a Magyar Kézilabda Szövetségnek az elnöke, főtitkára, tehát látszott, hogy igen nagy az érdeklődés a mérkőzés iránt. Milyen alapot adhat ez a döntetlen a hátralévő meccsek, hiszen csak az egyik legnagyobb rivális otthonában értétek el? Azt gondolom, hogy mindenképpen kell, hogy önbizalmat adjon a csapatnak, hiszen a Fradi pályán egy döntetlen mégiscsak bravúr kategóriában számít. Az elkövetkező 2-3 fordulóban azonban én azt gondolom el fog dőlni a bajnokság. Az Algyú ugye most 3 ponttal vezeti előttünk a bajnokságot, 3. helyen van a Fradi. Ugyanakkor a következő fordulóban Fradi-Algyő mérkőzés lesz, tehát ott azon sok minden el fog dőlni. Ha nyer a Fradi, akkor abszolút nyílt a bajnokság. Nekünk arra kell figyelni, hogy a tavalyi, tehát az őszi szezonban elkövetett hibákat és pontvesztéseket az idén ne kövessük el, és én azt gondolom, hogy akkor egy nagyon szép eredménnyel zárhatjuk ezt a tavaszi szezont. Egy pontot szereztetek Budapesten, egy játékos viszont elveszítettetek. Borzasztóan megnehezíti a helyzetünket az, hogy a Péter Csumidánszki szombaton bejelentette, hogy családi elfoglaltságai miatt, illetve munkahelyi elfoglaltságai miatt nem fogja tudni tovább folytatni nálunk a kézlabdát. Sajnos ő egy nagyon
jó játékos, egy alapember a csapatnak, akit most elvesztettünk. Az ő pótlása nehéz majd, hogy nem lehetetlen lesz, hiszen olyan stabilitást adott az ő rutinjával, ami most így a bajnokság kezdetén nagyon nehéz lesz. Igazából nem is tudom, hogy honnan fogja tudni most ezt a posztot pótolni. Hétvégén ismét kettős meccs lesz a Bemiskola csarnokában, a Marsó-Nyíregyháza Szegedet fogadja, aztán ti fogadjátok a Balassi Gyarmatot, milyen ellenfél érkezik, milyen esélyekkel léptek pályára? A Balassi Gyarmat a téli felkészülés folyamán találkoztunk velük, sajnos ki is kaptunk a Balassi Gyarmattól az Egerbe a dobókupán. Egy új alakult, egy átszervezett társaságról van szó, új edzők a Györfi János személyében, a kézlabda barátok talán ismerik az ő játékos múltját, tehát ő érkezett Balassi Gyarmatra, számtalan új játékossal együtt, úgyhogy annak ellenére, hogy ők a tabellán azt hiszem 8-9. Helyen vannak, ez semmiképpen nem szabad őket félváról venni, sőt nagyon komolyan kell venni, mert egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Én bízom benne, hogy a kosarasokkal együtt a kézlabdások is egy teltházas meccsen itthon tudják tartani majd a két pontot. Vereséget szenvedett Lépcelakon a Nyíregyházi Teke Klub. A Szuperliga 15. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek 7-1-re kaptak ki a Bajnokok Ligájában is szereplő hazaiaktól. Azt lehet mondani, hogy már az előjelek alapján is abszolút nem mi voltunk az esélyesének a mérkőzésnek. A Lépcelek odahaza sokszor magabiztos győzelmeket aratt, 87-1-es, 6-2-es győzelmeket. Egyedül a Szeged tudott ott diadalmaskodni. Még eleve úgy utaztunk el, hogy cserejátékos nélkül, illetve a Szlovenszki Tibor is itthon maradt, inkább családi elfoglaltságainak tette eleget. Azt lehet mondani, hogy végül is egy laza délutáni gurításra mentünk el Lépcelakra, de mindenképpen szerettünk volna legalább egy belső pontot elhozni, ami végül sikerült a Kastula Zsolt révén. Már rögtön az első sorban a hazaiak megmutatták, hogy ők komolyan veszik a mérkőzést. Végül is a Rudolf Balázs, aki a válogatott kerettagnak az egyik tagja, 617 fát dobott, míg mellette a Ráske Jánosnak elég sok különbség jött össze. A másik párban Magyarorsi Péternek itt-ott volt sansza korábbi válogatott kerettag Vörös Milánnal szemben, azonban neki sem jött össze sajnos a pontszerzés. A középső sorban viszont már látszódott, hogy nagyon el fog húzni a hazai gárda, ugyanis a Hakker Dezső és Jómagam léptünk dobóállásba. A Dezsőnek még az első szett sikerült fordítania egy fával, illetve azt hiszem az utolsó szettet is sikerült megnyernie, de összességében így is több mint 20 fával kikapott a Pete Sándorral szemben, még jó magamnak csak az utolsó szettben sikerült magam javára fordítani egy belső szettpontot. Már ekkor látszott, hogy 4-0 arányba vezetett a hazai csapat, és 150 fás előnyük volt, és úgy lépett dobóállásba a Kastura Zsolt, illetve a Szegő Levente, hogy megpróbálnak egy becsületpontot szerezni. Hát hozzáteszem, hogy Szegő Leventének a többszörös világbajnok Szapetán Zsombor jutott, aki a mérkőzés legjobbja is volt. Ezen a mérkőzésen így a Leventének nem sikerült a pontszerzés. Azonban a Kastura Zsolt egy igencsak kielezett mérkőzést vívott a hazaiak játékosával, és csupán 7 fával, de mégis a Zsolt diadalmaskodni tudott, fordított vesztett állásból, és ez eredményezte azt, hogy 7-1 arányban kaptunk ki az Lépcelaktól, ami úgy gondolom, hogy ebben az összetételben egy igen tisztes helytállás volt a Nyíregyházi Teke Klub részéről. A hétvégén nem lesz forduló a Szuperligában, 2 hetet készülhet a csapat a Zalaegerszeg elleni mérkőzése, mire lehet elég ez az idő, hiszen a bajnokság egyik legjobb érkezik majd Nyíregyházára. Hát igazából most ez a hét nekünk arról fog szólni, hogy a megyei egyéni versenyeket kell lebonyolítanunk, ahhoz, hogy ezt le tudjuk, ezt mindenképpen az edzésnapokon tudjuk megcsinálni, úgyhogy azt lehet mondani, egy kis megméretetés így egymás között jön létre. Azt tudjuk, hogy minden játékosunk, mivel szuperligás a csapat, minden játékosunk biztosan tovább jut majd a területi egyéni versenyre, mert olyan magas a kvóta száma a szuperligás csapatnak, és hozzáteszem, hogy az Észak-Kelet-Magyarország megyének a régiójában egyedül mi vagyunk csak szuperligásak, így 16 kvótánk van a területi egyénire szerezve, és ezt mindenképpen majd kitöltjük. Egy kellemes házi versenyt fogunk azt lehet mondani így kialakítani, és ezzel is egy kicsit a versenyhelyzetet gyakorolni. Azt követő hétvégén azonban majd, ahogy mondtad, az a legelszeg következik. Nem mondom azt, hogy egy olyan mérkőzésen sikerül majd előláthatóan legyőzni őket, mint a Győrt, mert jobb játékerőt képvisel, közel azonos, de egy picivel talán jobb játékerőt képvisel, de az előző hazai mérkőzésekből gondolok itt a Ferencvárosra, gondolok itt a Győr elleni bravúrjainkra, erre alapozva egyáltalán
talán nem feltett kézzel fogunk dobóállásba lépni, hanem megpróbálunk minél jobb eredményt elérni, és akkor mi meglátjuk, hogy az mire lesz elég, az igen erős az Zalaegerszeggel és a sokszoros világbajnokokkal felálló Zalaegerszeggel szemben. Ennyi fért a mai sportszeretben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!